Pusztító jégvihar. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Bertalan Ágnes, Előd Álmos, Lux Ádám, Szabó Máté, Molnár Ilona, Sipos Eszter, Jakab Csaba, Varga Rókus, Vári Attila, Szórádi Erika. Magyar szöveg Kis Barnabás, vágó Kozma Judit, gyártásvezető Mázsár Gyula, hangmérnök Bán Péter, szinkronrendező Kozma Mari. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette. Központ a méhek zümmögnek. Ismétlem, a méhek zümmögnek. Központ felhőformáció kialakulóban. Ismétlem, vatta a fertőtlenítőben. Értettem. Minimális széllökések magaslati tágulásnál jók vagyunk. És Geri? Igen? Leállnál ezekkel a zsargonokkal? Idegesítenek. Bocsánat. FSF kísérleti telep Oregon. A mai napon Charlie Price dedikál. Mondjuk én az összeset olvastam. Harris Ford, Oregon. Mr. Price, ezt a regényt tudományosnak vagy egy apokaliptikus fantazmagóriának kell tekinteni? Úgy vélem, a tudományos tényekkel sokan nincsenek tisztában. Apokaliptikus. Az is egy kicsit. Különben maga se venné meg, igaz? Szólj, hogy írjak egy olyan könyvet, ami a nőket is ide vonza. Mondjuk a párkapcsolatról, a kutyákról, vagy magamról. Nem tarthatnánk szünetet, éhen halok. És még a körmeimet is meg kéne csinálni az esti tévéinterjúra. Oda csak engem várnak, téged nem? Hánykor is lesz? 6-kor, miért? Lényegtelen. Miért? Rendezvúm lesz. És a dedikálás? Nem akadály. Emlékszel a pincérnőre, aki a reggeli kávénkat kínálta? Charlie. Nehogy elhidd, csak egy régi kollégán. Na, ezt látod, nehezen is hiszem el. Én is. Mr. Price, minden könyvét olvastam. Ó, sajnálattal hallom. Hát, szomorú is. Sokat töprengtem az ön szenzációhajhász irományain, és arra jutottam, hogy maga legalább annyira tudatlan, mint az a tudományos szféra, akik fölött a könyveiben ítélkezik. Igazán? Mert hogy? Gondolja, hogy azok a megoldások, melyeket egy-egy karakterével vázol a katasztrófák kapcsán, bármivel is jobbak, mint amikkel a kormány jelenleg próbálkozik. Nézze, én nem tudós vagyok, hanem író, aki él azon jogával, hogy megálmodhat katasztrófákat. A megoldásokat meghagyom a szakértőknek. Pedig régebben ön is dolgozott tudományos körökben, csak valamiért eltávolították onnan, nem? Kinek dedikálhatom? Fiúk, lányok, azt hiszem esik. Vége! Hú! Esik bizony. Sikerült jó. Ezt érdemes megnézni. Minden napi látvány. Jól van. Nézzétek csak a monitorokat. Valami történik 30 km innen, Harris Ford fölött. Mi az helyzet? Hirtelen hőmérséklet csökkenés.
nem lesz jó. Előbb újsz még ma? Te meg lenyugodnál? Milyen jó, hogy 10 perce álltunk meg annál a benzinkútnál. Jó, akkor még nem kellett. Látszik, mennyire nem ismered a nőket. Amikor tutira nem lehet sehová menni, mi mindig akkor megyünk. Igen, ez elég jellemző. Téma még? Itt vagyok. Csak a dedikálás már nem ott lesz, ha nem sietünk, tudod? Sietni? Veled, aki úgy vezetsz, mint a nagyanyám. Mert benzin megtakarítok. Ha 90-nel megyek, plusz 50 kilométerre spórolok meg naftát. Tőlem spórolgass, de akkor ne engem okolj, ha lekésünk a muksóról. Jó? Ahó! A feladatunk Charlie Price egy napja, ugye? Nem 10 perce vagy egy órája, hanem napja. Láttad azt? A felhőket. Az ott nem kóser. Hozom a kamerát. Mi a baj azokkal? Te tényleg nem láttad? Elmondja, mit látok? Azt, hogy emiatt ugorhat a fél évin, és az nem jó. Elmúlt. Akkor menjünk. Szövetségi Kutatáselemző Felügyelet, Nyugat Virginia. Kérhetnek, hogy a negyedik negyed év miért nem lett olyan sikeres, mint a harmadik. Kérem, bocsássanak meg egy pillanatra. Elnézést. Mi történt? Uram, az egyik meteorológiai műhold furcsa felvételeket küldött az esőtánc projekt kutatás. Konkretizálná nekem a furcsát? Igen. Ez egy vihar. Az esőtánc tervezett lényege. Ők viszont a jelenségtől 30 kilométerre dolgoznak. Hívja nekem Démont. Elnézést az intermezzóért. Folytassuk. Ez nem lehet. Ezek nem mi voltak. Nem, hát úgyhogy erre még csak ne is gondolj. Mi az? Mondja gyorsan. Visszanéztem az adatokat, és semmi nem utalt erre. Radarok, termók? Mindent megnéztem, az ULF skálát, az infrákat, és egyszerűen nincs semmi, ami ezt nálunk előidézhette. Akkor mitől lett? Még a számítógép sem találja eddig. Pedig nem álmodtuk, úgyhogy keresgélj. Azt teszem, elhiheted. Szólj még vissza. Az adatok szerint nem a miénk. Hát, úgy legyen. Biztos, hogy jól vagy? Teljesen, tényleg nem kell ez. Csak megnézik a sebeidet, mert elég csúnya. De nem nézegessenek, nincs semmi bajom. Fiúk, félre beszél, nyugtassátok le hamar a kislányt. Majd bemegyek. Joan Dyson! Újabb világ megmentő cseppeket gyűjt, vagy ezúttal csak szomjas? Charlie! Örülök, hogy mégis eljött a dedikálásomra. Milyen kedves. Megjegyzem, bent van üdítő is. Tudom, de nem azért. Maga látta, mi történt itt? Bocs, ti ismeritek egymást? Ja, igen. Démon az úr Charlie Price. Ó, igen, így már nekem is ismerős. Az egyetemen én voltam a laborasszisztense, még mielőtt híres író lett. Ezt nem tudtam.
Így lesz a tudományból fantasztikó. Csak nem ez vonzotta ide. Tudja, milyen vagy. Mindig is jó érzékkel láttam előre eseményeket. Elnézést. Frank az. Hello, Frank, itt vagyok. Fontos figura lehet. Az is. Nem, biztosan. Mi történt itt, Charlie? Ó, csak úgy lecsapott egy hurrikán a semmiből, aztán ketté nyílt az égbolt, mint a görögdinnyel, majd ugyanolyan hirtelen el is múlt. De mindezt már nyilván tudja, ha ilyen hamar megjelentek. Észleltük a vihart a radaron, és a helyszínre siettünk. Viharvadászok? És semmi fondorlat nincs mögött? Nincs. Addig álljak fél lábon, gondolom. Most mit vár tőlem, Charlie? Tudja, hogy nem beszélhetek. Frank, most értünk a helyszínre, még szinte semmit sem tudunk. Viszont... Nyugalom, démon. Ne bocsátkozzunk fölösleges találgatásokba, majd szépen kiderítjük, hogy mi történt. A Seraph 48 órás ciklusokban mozog, és mindig a második 24 a kritikus. Esőt csináltak. Démon, mással most ne törődjön. Rendben van. És démon? Ha mégis kiderülne, mi okozhatta ezt? Mi nem hibázhattunk, érti? Tökéletesen. Csak azért hitetlenkedek, mert nem értem, mit keres a Szövetségi Tudományos Alapítvány itt az Isten háta mögött, mert véletlenek ezen a szinten már nincsenek. 3 éve itt állomásozunk, ha nem tudná. És mit csinálnak? Leginkább mérünk. Méricskélnek, ne vicceljen már. Elnézést a telefonért, Démon Charvel. Olvastam a könyveit, szó szerint őrületes. Most minden fikcióhoz kell némi őrültség. Ha nem is annyi, mint ballonkabátban és kémcsövekkel ugrálni a pocsolyák között. Hadd találjam ki, gilisztás üvegcsék. Nyilván a földi gilisztákat tanulmányozzák, vagy inkább a talajvizet, de semmiképpen sem a vihart, ami pár perce romba döntötte ezt a várost. Én szívesen társalognék, de rengeteg a dolgom. Igen, tudom. A hölgynek is akad. Akkor arra sem számíthatok, hogy együtt vacsorázunk? Nem, sajnos ma nem megy. Esőnap? Nem akartam provokálni. Viszlát. Különben is este tévéinterjúm lesz. Így alig várom, hogy beszámolhassak a szövetségiek legfrissebb kutatásairól. Tudja, a giliszta mérésekről, meg ilyenekről. Franknek mi is a vezeték neve, ha idéznem kérem? Ne csinálja ezt, Charlie! Bocsásson meg, de mit is? Mit akar tőlünk? Megtudni az igazat. Azt felejts el. Ugyan már, démon, mi ezzel a baj? Semmi, csak itt fejezzük be. Én nem tartom magam szakértőnek, de ilyen talajmintákat akkor vesznek, ha összetevőket keresnek. Én így láthatatlanban koncentrált oxigén nyomaira tippelnék. Magas nitrogén szint mellett. De adja Isten, hogy valami antidepresszáns legyen. A mai gazdasági helyzetben az valóságos kincs volna. Vigyázzon, Charlie. Csúnyán belenyúlhat a darásfészekbe. Ami egy borzalmas analógia. Viszont igaz. Tényleg? Emberek haltak meg. Ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Kérem, bocsásson meg egy percre. Figyelj, én elég jól ismerem őt. Nem tudod levakarni. Igen. A Kellén élve eltemetem, mert most a jövőnk a tét. Pontosan, ami így már nem az alapítványon múlik, hanem a sajtón, mert ki fog tálalni. Csak úgy tudjuk kordában tartani, ha folyamatosan a közelünkben van. Nos, mi az ítélet? Jaj, ne! És ezek most honnan nyerik az energiát? Hol? Újabb vihar kezdemény. Mondom én, hogy viharvadászok. Inkább szálljon be! Owlet Farm 36 kilométerre a kísérleti teleptől. Hamarabb véget ért a dedikálás. Ki gondolta volna? Állítólag volt valami vihar, azért lett előbb vége. Akkor kész? Ma már hozzám se szólsz egész nap? Legközelebb így vécéz. Igazán? Te meg legközelebb így spórolj a benzinnel. Jól van, nem kell. Olyan szemét vagy. Itt viszont biztos vannak retyók, használt ki? Nem kell. Jó. Akkor most? Hogy most? Hát,
A dedikálásnak lőttek, de a TV interjúra még odaérhetünk. Harc! Hulladj meg! Viszont szerintem azok a felhők csinálhattak itt valamit. Azért lehetett a vihar. Igen, ezt hívják időjárásnak. Elég gyakori dolog errefelé is. Oh. Figyelj, inkább induljunk és próbáljuk menteni a menthetőt. Rendben. Ja, ezt tedd el. Minek? Mert mostantól nem állunk meg, úgyhogy ha kell, ebbe pisi. Kösz szépen. Biztos, hogy jó helyen vagyunk. Gary azt mondta, hogy innen indult a vihar. És mit kéne találnunk? Reméljük semmit. Te látsz valamit? Röhely, most minden apró széllökést meg esőt ki fogunk vizsgálni. Igen, muszáj, csak így igazolhatjuk, hogy nem mi idéztük elő. Gary, itt egy árva felhő sincs az égen. Kiderült már, hogyan képződött? Mondom neked, hogy semmit nem tudunk, mintha valami szellemvihar lenne. Egyszer csak megjelent, majd rögtön el is tűnt, mindenféle frontális aktivitás nélkül. Szuper, akkor megmondom Démonnak, hogy ez egy szellemvihar, ő meg majd Franknek. Biztos megnyugtatja mindkettőt. Jól van, Joe, most hiába gúnyolódsz. Ott tartunk, hogy egyelőre ennyit tudunk. Tudj meg többet, Gary, meg kell magyaráznunk. Jól van, igyekszem. Szia. Ez itt mi? Oh. Mi történt? Jéghideg a víz. Charlie, adja ide. Dehogy, az interneten egy vagyont érhet. Adja oda. Miért? Mi ez? A kutatásunk egyik kelléke, amin hosszú évekig dolgoztunk. Igen? Kár, hogy így végezte. Belefér, pláne, hogy még 1999 darab úszik fenn valahol a levegőben. Aminek mintha nem örülnének. Mire jó? El nem mond, ez bizalmas információ, tudom. Márhogy ez itt? Stipistop van, barátom. Démon, ne gyerekeskedjetek, hallod? Figyelj! Ha itt valami rendellenesség történt, csak jót tehet, ha egy külső szemlélőt is bevonunk az ügybe, és... Charlie az egyik legjobb ezen a téren. Egyetértek. Nem azért mondtam. Nézd, mi mindent tényszerűen látunk, ő viszont egészen egyedi módon. Hagyatkozzunk az agyszüleményre. Miért ne? Már is szabadul az elmém. Mit bánom én? A Seraf egyik része egy úgynevezett önjáró, önfenntartó ezüst halogenid generátor. Szóval egy generátor? Vagy 50 éve generálják a felhőket? Mi ebben az új? Az, hogy egy felhőmag önmagában nem elegendő, különösen a száraz, csapadékmentes övezetekben. A Seraf ezért nem csak megalkotja a felhőt, hanem... Hanem fel is tölti, és ez benne az új. Akkor viszont tűzveszélyes. Micsoda? Ez az izé elég komolyat robbanhat, ha olyan helyre kerül. Az első agy szülemény, de tudja, egy kormánykísérlet nem csak fegyverekről szól. Mondta a vakember a süket kutyájának. Mi van? Az, hogy a semmiből nem lesz valami. De ez nem semmi, Charlie, hanem víz, ami kémiai reakcióba lép a generátor belsejében. Úgyhogy nézzünk még körül, hát ha többet is találunk itt a környéken. Halló? Charlie, én vagyok. Nora! Már ki is engedtek? Hogy vagy, szépségem? Már akkor is mondtam, hogy nincs bajom. Szerencsére nagyobb volt az ijegység. Ennek örülök. Na mindegy, ezzel a lendülettel viszont el is tűnök. Elég volt a vidékből. Akarod, hogy elvigyelek? Ne, nem kell. Maradj nyugodtan. Te bírod az ilyen helyeket. Hát, ha jön az új ihlet, nem? Ha meg nem, majd csak előidézik. Mindegy. Az interjút ne feledd, és találkozunk Los Angelesben. Lehet, hogy ki kell hagynom, mert valami közbe jött. Tessék, ne csináld ezt velem, nagyon kérlek. Charlie, mindenképpen ott kell lenned a tévében. Az egy dolog, hogy én itt besokaltam, de... A te olvasói köröd nagy részét a vidékiek teszik ki. Tudom, csak sajnos... Charlie, ígérd meg. A tévében leszel pontban 6-kor. Rendben van. Szia, Nora. Charlie, Démon! Jézus.
tiszta kék. Ez nem jó jel. Ez azonnali fagyás. Inkább ezüst mérgezés, az erős jód miatt. Sejtik, hogy történhetett? Na jó. Azt hiszem, hogy most... visszavisszük a szeráfot a telepre, de először is szólj Franknek, hogy befejeztük a kísérletet. Ne kapkodjunk, ha most leállunk, az nagyon rossz fényt vetne az egész programra. Többen meghaltak, Démon, és úgy néz ki miattunk. Joanne, te is tudod mi a tét. Rengeteget melóztam, hogy neki kezdhessünk. Én megértem, hogy csalódott lennél, de... sajnálom, ezt én így nem vállalhatom. Mondja. A második vihar alapján valószínűleg mi vagyunk a hibások. Az is kiderült, hogy mi történt? Egyelőre nem. De találtunk egy szerepfot, amit most visszaviszünk a telepre, hogy ezt kivizsgáljuk. Hívjon, ha van eredmény. Frank, még annyi, hogy Joanne azt javasolná, esetleg függesszük fel a munkát. A fázis közepén. Ha abba hagyjuk, a kutatásunknak annyi. Ráadásul egy ilyen döntéssel a támogatást is megvonnák tőlünk. Akkor mit mondjak neki? Nem vállal több felelősséget. Semmit nem mondjon, mert ő nekem dolgozik, nem magának. Haladjunk a tervezet szerint. Nagyobb kockázat lenne most visszakozni. Ez aztán az ultramodern kutatási telephely. Mobil egység vagyunk, ha még nem mondtam volna. Uram? Tessék. Gary, Phil! Itt... vagyok. Kapcsold ezt rá a gépre. Jó, persze. Gary, az Kösz, tudom, hogy kicsoda. Üdv. Jó napot. Dolgom van. Mi baja van? Most mondta, hogy dolga van. Nem mindenki a rajongója. Igen, azt hiszem. Ez mit jelent? Semmit, jól. Fáj valamit? Nem, nincs bajom. Neked? Nekem sincs. Azt hiszem. Miért van ennyire hideg? Nem tudom. Mi lett a másik kocsival? Bassz, biztos felszippantotta a tölcsér, vagy ilyesmi. Téderő meg sehol. Hurra, a kocsinak is annyi. Most mi legyen? Elindulunk gyalog a tévébe. A Verda már úgysem megy innen sehova. Jó? Jó van. Rendben. Jó kis nap, mi? Az. A basszus, a kamera. Minek az most? Hallod? Elmondjam legutóbb, mikor láttak itt ilyen forgószeret. Gábé 10 perc, nem? Nem úgy, azelőtt. Mikor? Eddig soha. Van valami fejlemény a viharokról? Mindjárt mutatom.
Feltérképeztük legalább. Itt van minden koordináta. Bocs, de ha jól sejtem, ezzel a profiljára célzott. Ami csodájára? A jellege érdekli, Gary. Ó, esetleg szólna valaki a firkász úrnak, hogy ne oktasson ki a munkámban? Itt volt az első, itt meg a másik kettő. Ami biztos, hogy az egész térség instabil. Öt megyén belül szinte bárhol kialakulhatnak viharok, kezdve például ezzel itt. Egyik sem növekszik, így az irányukat sem tudom meghatározni. Már amennyiben meghatározhatók. A lényeg szerintem ugyanaz. Na igen, így van. Mik maguk ikrek? Elég ebből, minnyájon a megoldást keressük. Joe, a viharok teljesen kiszámíthatatlanok, és csak akkor ismerhetők fel, mikor már kialakultak, vagyis képtelenség időben lereagálni. És íme önvilágosság. Ez most direkt szórakozik velünk? Mit ért ez alatt, Charlie? Az utolsó könyvemben a hősöm ugyan megoldotta a széndioxid szint kérdését, ám a globális felmelegedés veszélye ugyanúgy fennállt, így a szint ismét emelkedni kezdett. A föld mélyén meghúzódó CO2 elvegyült a gleccserekben és megindította a jégsapkákat. Vagyis a következmény következményt szült, hősünket annyira lekötötte az emberiség sorsa, hogy az összképet nem is nézte, a szisztematikus reakciókat. Még mindig nem értjük a lényeget. Azt mondja, hogy rossz helyen keresgélünk. Elég kacifántosan magyarázta. Egy írónál ez szinte kötelesség. A szeráf esetünkben a gyufa, a vihar pedig a tűz. Azt kell tehát kideríteni, honnan kapja az olajat. Amiről gondolom, szintén van már sejtése, igaz? A vihar során hallhattunk egy durranást. Igen, a villámokét. Nem azokét. Egészen más volt. A szeráf, ahogy mondták, nem csak megalkotja a felhőt, hanem fel is tölti. Ez pontosan hogyan történik? Apró szélturbinák teszik lehetővé a folyamatos energiaellátásukat, ezért gyakorlatilag bármeddig a levegőben maradhatnak. Miután kilőjük őket, egy speciális szórófejjel folyékony nitrogént fecskendeznek a felső atmoszférába. A felsőben? Nem a troposzférában alakulnak? De igen, egészen pontosan a tropopauza alatt. Reménytelen. A csipek szétégtek, nem lehet. Mondja, milyen volt a hőingadozás a viharok alatt? Átlagos, a viharok nem befolyásolják a hőmérsékletet. Valóban? Ehhez képest Harrisfordban erősen lehűlt a levegő. Ott meg szinte fagyos volt a talaj, ahol azt találtuk. Hová akar kiukadni? Kaphatnék egy rajszeget vagy tollat? A táblánál. Ja. Szóval, íme a szeráf. Vidáman röpköd az atmoszférában. Folyékony nitrogént pumpálva, igaz? Első ütemben tehát kiszárítja a térséget, azaz, noha a felhő itt alakul ki, maga a légtér gyakorlatilag csontszáraz, ugye? Javítson ki, ha tévedek. Nem, jól mondja. Remek. Ezután megindul egy szubatomikus reakció, melynek során a nitrogén a felső atmoszférába kerül. Ennek hatására pedig kialakul egy hőmérsékleti sáv. Ön is tudja, hogy nem így működik, Charlie. Bocsánat, nem így kéne működnie, de most így van. A durranás pedig azon reakcióknak a jele, amikor ennek a hősávnak a szélei átszakadnak. Ami pedig egyértelmű hőmérséklet csökkenéssel jár, és ez válasz arra is, hogy miért nem lehet helyileg meghatározni ez a viharokat. Ez még fikciónak is erős. Mi 3 éve dolgozunk ezen a kísérleten, és mégsem tudja megmagyarázni a történéseket, igaz? Hm? Más esetleg? Azért nem tudják behatárolni a viharokat, mert nem itt keletkeznek, hanem idefent. Csak onnan lekényszerülnek. Na, nekem most lett elegem. Miért? Rosszakat mondok? Démon. Van épp elég bajunk. Nem fogom naphosszat hallgatni ennek a Cooklernek a legújabb könyve előzetesét. Akkor csak hozzuk le a szeráfokat és vizsgáljuk meg a meglévő adatokat. Mi az? Megbeszélted Frankkel, ugye? Szóltál, hogy lehozzuk őket? Nem. Nem egyezett bele. És ezt csak most mondod el? Joe, ne húzd fel magad. Frank mindenképp be akarja fejezni a ciklust. Azt mondta, ha leállunk, akkor ugrott minden támogatást. Nagy hívben teszek rá! Joe! Joe! Dyson keresi önt a kettesen. Uram? Adjon üzenetet! Nem mondd, hogy ezt sem látod. Mit? Azt se tudom, mit kéne néznem. Hát ezt olyan, mint egy ellipszis. Hol sötétedik, hol világosodik. Ja, tényleg, már látom. Az a felhő meg pont olyan, mint egy elefánt. Az meg olyan, mint egy bicikliző palota, Pincsi. Komolyan mondtam. Én meg komolyan félek attól, hogy meghűltél. Fázol még? Nem, most már nem. Te? Nem. Egész hamar visszamelegedett, mi? És ez se furcsa neked, ugye? Hát annyira azért nem izgat a dolog. A lényeg, hogy most nem fázom. Jó, de fél órája még megfagytunk. Figyelj, ilyen ingadozások egy mongol sivatagban sincsenek. Most komolyan, mennyi idő alatt múlt el a hideg? Max egy órája? Annyi se. Érzed ezt? Megint kezd lehűlni.
Jó van, keresünk búvóhelyet. Erik, mi az? Most egy kicsit megijedtem. Jaj, nem kell. Ne félj, nem lesz semmi baj. És mégis mikor akartad ezt közölni? Joe, először is nyugodj meg, és légy szíves, ne esd nekem, jó? Hogy ne esnék, ez az én kutatásom, démon! Igen, de Frank nem egészen így gondolja. Miért? Mit mondott neked? Hát, azt, hogy miután ő finanszírozza, az övé, ismered? Akkor sem lehet ilyen barom! Úgy érzem, nem teljes az összhang a vezetésnél. Esküszöm, ennek a tagnak meg lehet a hatodik érzéke. Azt érzem, hogy maga nem kedvel. Lenyúlta az ötletemet. Mit csináltam? Ellopta az ötletét. A sikerkönyve, a meséje az én ötletem volt, és ellopta. Mi az ördögről beszélnek maguk? Gary elkezdett egy szuper jó könyvet a széndioxid veszélyeiről. És? És maga? Ellopta! Vagy leírta, mint sajátját. Komolyan nem értem magukat. Gary rajta vagy még a szeráfokon? Fél? Igen, persze, elvileg rajta. És irányíthatók? Mi? Igen, miért? Akkor hozd le őket. Joanne, ezzel veszélyes játékot űzöl. Hozzátok le őket. Nem lehet. Miért? Innen nem. A parancsnokság és Frank is világosan elmondta nekünk, hogy önkényesen erről nem dönthetünk. Á, süket duma. Jó, akkor nem lehozzuk, csak kényszerpályára állítjuk őket, rendben? Joanne, ezt alaposan fontold meg. Úgy változtass, hogy onnan nincs visszaút. Visszafordítjuk a folyamatot. Hogyan? Megfordítjuk az ionizációt. A szeráfok nem szórnak szét semmit, hanem csak gyűjtögetnek és kivárnak. Én benne vagyok, de ilyet még sosem csináltam. Mert eddig nem kellett. Összejöhet? Nem tudom, talán. A könyveimben biztos. Na, végre az egyéni látásmód, amire úgy vártunk. Vagy inkább a semmilyen látásmód. Vagy még inkább Gary új könyve. Gary, összejöhet ez? Rég összejött volna, ha ez a szemét nem nyúlja le! Nem a könyved, az ionizációs folyamat visszafordítása! Ja, hát... Elméletben kivitelezhető. De ha nem jön össze, te keresel nekem új melód, Joe. Oh, ez nem nyerő. Mi? Van egy újabb képződményünk, még nagyobb. Merre? Itt. Aha, a hőmérséklet zuhan is rendesen a térségünkben. Nézzék csak! Mesd le az adatokat. Mennyi idő a szeráfok konfigurálása? Mondtam, hogy nem tudom, még soha nem csináltam ilyet. Akkor igyekezz! Vendégünk jön! Atyám, ez egyenesen felé tart. Minden szép vagy, ahogy jön. Jól van, gyerünk a kocsikhoz, gyorsan, menjünk innen. Az adatok, kellenek az adatok. Nem kell, hagyd a felébe. Joe, indítsd a kocsit, szólj nekik, hogy jöjjenek. Hagyd már a francba azokat a mollat. Ezek mikor történtek? Nincs fél órája. Próbálták hívni őket? Igen, de sem a vonala, sem a mobiltelefonok nem működnek. Gyakorlatilag mindennek szűnt. Még a műholdas kép is. Jó, akkor jelöljön ki pár embert, aki a helyszínre repül. Ha innen nem látjuk őket, talán a levegőből igen. Jó. Jó. Uh-huh. Menjünk.
Most már tényleg érdekel, hogy egyáltalán mitől lehet ez. Kísérleteznek valamit. Jaj, menj már. Most miért? Régóta próbáljuk befolyásolni az időjárást. Aha, csak ez akkor nem befolyásolás, hanem inkább viharkészítés. Hangsúlyoznám, próbáljuk, de a kínaiak már ebben is az élen járnak. Tavaly például az oroszok megvádolták őket, hogy ellopják az esőjüket. Majdnem háború lett belőle. Ne már, a kínaiak az oroszokkal, ezt nem veszem be, ez már túl Charlie Price-os. Ó, vagy akkor nekünk is el kéne égetnünk ezt a kazit, nehogy Kanada lerohanja miatta az USA-t, nem? Nem kizárt. Penéket nem. Tudod, mi nem kizárt? Az, hogy emiatt bukjuk a szemesztert. Ha csak nem dolgozunk ki egy új témát. Ugyanis a tévébe megyünk, leadjuk ezt a felvételt, mint lehetséges sztorit, ami a részünkről hiteles, igaz? Aztán, ha történik valami, bum! Nem? De igen, és ez egy szokatlanul jó ötlet tőled. Most megint cikizem. Nem, dehogy is. Nem, ez tényleg egy szuper ötlet. Ugye, hogy tudom? Uram, a gép 2 órán belül eléri a célterületet. Mi van a csoporttal? Sikerült már kapcsolatba lépni velük? Nem, a vihar egyre erősödik, így még kevésbé fogjuk a jeleket. A szeráfok? 18 óránál tartunk. Az jó. Hol lehetnek? Ön szerint túlélték? Nem tudom. A szeráfokat végül is újra programozták? Csak remélem. Hát én is. De esküszöm, ha Franket egyszer elkapom. Ha, a kormány és a tudomány sosem voltak buszibajtások, drága. Ne kezdje, Charlie! Azt hiszi, olyan egyszerű ez. Mondtam én ilyet. Akkor hogy rossz? Tudja, mi most a helyzet például Szudánban? Darfurban vagy Etiópiában? Emberek 100 000-ei halnak meg az aszályban, és közel járunk, Charlie. Nekem is szívügyem a harmadik világ. Ez szép, de tesz is valamit értük. Mondja, mi lett magával, Charlie? Az egyik legjobb tudósnak ismertem meg, aki nagy dolgokra volt hivatott, erre felcsapott írónak. Igen, így van. Talán mert meguntam, hogy naphosszat győzködjem az illetékeseket a vélt vagy valós problémáimról. Sajnos ez is a dolgunk. Azt meg pláne, hogy a tudomány nevében koketáljak a kormány embereivel. Kösz, ha választhatnék, én is inkább kipréselnék magamból néhány filléres szifit, amikből talán még egy-egy jó film is lehetne, de azzal kit segítenék? A kiadókat, a stúdiókat, engem. Akkor irigylem, Charlie Price. Jó, ettől függetlenül próbáljunk meg egy csapatban lenni. Olyannal nehéz, aki sosem volt csapatjátékos. És a nagy ölelések? Olyan jól összemelegettünk az előbb. Az nálam inkább a túlélésről szólt. Hello. Jól vagytok? Meg vagyunk, és ti? Oh. Ne is fél. Gyertek. Szállj be. Hogy hozzuk ezt helyre? Geri? Először is szereznünk kellene netet. Látják, amit én. Ingyen wifi, ingyen kontinentális reggeli. Most nem vagyok éhes. Ne legyél hülye, a wifire érti. Ja, az... Na, azzal végül is összejöhet. Ha
Ahó! Jó napot! Nincs itt senki. Biztos a bunkerban vannak Hetti nénivel. Fejezze már be, Charlie. Gondoljon arra, hogy maga csak vendégmunkás. Bocsánat. A szokás hatalma. Nehéz megállni. Az is csoda, hogy eddig kibírta. Mit csinálsz? Ja, mint láthatod, kicsit lassú a kiszolgálás. Segítesz oda vinni, Damon? Persze. Ez is süket. Ha viszont nincs telefon, hogy lesz net? A wifi kábelen jön. A föld alatt. Így van. Egy pont a mesemondónak. Nézne valaki egy lámpát? Nincs áram. Ne szórakozzatok már, ez egy motel, csak van valahol egy generátoruk. Egy biztos, áram nélkül nincs modem. Modem nélkül meg kapcsolat. Adjuk a kockafejűeket dolgozni, és keressük azt a generátort. Egy koktéllal. Megvan a lemez? Meg. Nézzük. Biztos van ehhez egy kulcsa. De ha nincs, az se baj. Egy generátor. Ugye, ugye, mintha csak megírták volna. Kockafejűek. Mi van? Annak hívott minket. Ah, lenne szíves? Mit tegyek? Üres a tank. A kocsiból le tudunk szívni, ha segít nekem. Természetesen. KJRX televízió állomás. Gondolom elbújtak a vihar elől, vagy hazamentek a családjukhoz. És a tévések? A hírek se pihennek, Ashley. Akkor ők hogy? Ez nem New York, Eric, hanem egy közép-amerikai kisváros. Ne becsüld le a kisvárosokat, pláne, hogy innen indulhat el a karrierünk. Zárva. Amilyen mázlink van, már a Price interjú is lement. Valószínűleg. És akkor most hová? Hová? Nem azért videóztam, hogy semmi ne legyen belőle. Bemegyünk valahogy. Persze, majd az egyetemre, ha visszatalálunk. Egy tuti sztori van születőben, több lelkesedést, ha szabad kérnem. Erik, én lelkes vagyok, a tévé viszont zárva. Előbb nézzük meg mennyire, jó? Erik, ki ne talált, hogy betörsz ide, jó? Miért törnék be? Várnak minket. De a hely zárva. Nem látok táblát, lehet, hogy csak beszorultak az ajtók, nem? Ne... Ha betörsz és lebuksz, szerinted milyen állásokat kaphatunk? Ne viccelj, ez a meló erről szól. A betörés és a kémlelés ennek az iparágnak a legfontosabb eleme. És felejtsd el, hogy lebukunk. Egy a lényeg, hallod? Ha valamit nagyon akarsz, az tűzön vizen át, érdel? Kiskoromban mindig akartam egy bónit, de sosem kaptam. Igen? Ha majd lemegy ez a sztori, kettőt is kapsz tőlem. És az úr mondta. Legyen világosság. Nagyon remélem, hogy sikerül. Muszáj neki. Jól van, be is linkeltük. Gyenge, de használható. Átmegy a jel. Remélem. Geri, mutass egy radarképet. Oké. Okay. Hát, ez egyre szebben néz ki. Portland felé halad az egész bagás. Vissza tudod őket hozni? Hát, eddig nem nagyon reagálnak. Mit csinál? Írok egy e-mailt még a pofoszkodás előtt. Jól esett. Majd, ha ennek vége. Frank, vészhelyzet van. A vihar egyre nő. Szállam és Portland veszélyben. Örülnél egy szenátusi meghallgatásnak? Frank vagyok. Mi van a géppel? Jó, valamit találjatok, mert semmit nem tudok. Valamiért megtagadja a hozzáférést. Frank lehet. Próbáld újra. Elmegy az áram. Nem fog, a generátor jó.
Akadozik a jel. Több áram kell. Ennyi van. Így nem jó. Megnézem akkor. Ne, várj, visszajött. Megvan a jel, gyenge, de megvan. És a szeráfok? Elvileg tartják az irányt, de nem látom őket. Nem reagálnak semmire. Lesz így. Próbáld meg felülírni a parancsort. Akkor keresse meg egy radar! Mondjam, hogy ezt megírni sem lehetne jobban. Megrepett a tartály, csak forrasztani lehetne. Hiába javítjuk meg, ha a szeráfok nem válaszolnak. Még mindig azt mondjátok, hogy Frank letiltott minket? Én erre fogadnék. Elképzelhető, de a jel is gyenge volt. Így pedig akárhol elakadhat, vagy nagyon könnyen meg lehet zavarni. És a szeráfok meg... nem érzékelik. Vagyis a kis röpcsik most teljesen önállósultak? Dehogy, de nem is ez a lényeg, hanem hogy egy stabil kapcsolat kéne, lehetőleg műholdas, vagy ami nem földbázisú. És mi van, hogyha Frank azokról is letilt? Akkor ugyanott tartunk. Nem. Egyáltalán nem. Vagy ha mégis letilt, azt felül tudom írni, és nem tud mit csinálni. Ah, és ez... hogyan? Még a telefon sem működik ezen a nyomvat helyen. Honnan akasszunk le egy műholdas kapcsolatot? Köszönöm, Laura. Hogy? Egy tévéállomásról? Igen, onnan lehetne. Hol van? Mutatom. Egy óra múlva ott kéne lennem. Á, ez így ütni fog. Ügyel csak, ezzel tarulunk majd. Hogy állsz a mesébe? Nagyjából megvan. Egy fantáziadús történet, amely a napokban született az ismert író Charlie Price tollából, hirtelen valósággá vált egy közép-amerikai kisvárosban. Utolsó regényét az élet szinte a tökéletességig lemásolva mutatta be annak minden szörnyű következményével. Eddig nem rossz. Ugye? De picit finomabban kéne. És hogy? Nem tudom, de nekem például ez a fantáziadús dolog kicsit erős. Sok. Igen, kiolvasni is nehéz volt. Meg ez a szörnyű következmény is olyan túl szájbarágos. Hogy milyen? Hát nekem olyan népbutító. Erik? Nagyon nem kéne megbuknunk ezzel. Ne parázz már annyit. Egy kis vágás miatt nem sittelnek le. Max géphasználati díjat kérhetnek. Hát jó. Anyám, borogas. Azt nézzék. Szerencsétlenek, jól elkapták. Sérült valaki? Hallanak minket? Vigyázzanak, hova lépnek. Ahó! Maradt itt valaki?
Nora! Nora! Joanne. Miért pont miattunk történik ez? Mi életeket akartunk menteni. Nem tehetünk róla. Honnan tudhattuk volna előre, hogy ez lesz? Honnan, hogy nekünk ezt kötelező tudni? Miért kellett ezt így csinálni? Miért kellett engedni, hogy Frank beleszóljon? Átadtad neki, hagytad, hogy tönkre tegye a kutatásomat! Mert csak ő támogatta, még ha ilyen áron. Hát akkor jól néz körül, mert ezt értük el vele. Gyilkosok vagyunk! Frank meg közben nyugodtan ül az irodájában és olvassa az újságját! Joanne! Hagyd békén! Joanne! Hagyd békén! Sajnálom, Charlie. Nem tudok mit mondani. Magának nem is kell. Miattam jött ide. Én tehetek róla. Nem mondja ezt. Miért ne? Így van. Vigyáznom kellett volna rá, ahelyett, hogy magukkal okoskodom, mintha érteném az egészet. Van, amit nem lehet befolyásolni. Mit? Az időt? Ne haragudjon, nem akartam. Sajnos igaza van. Amikor belekezdett ebbe, maga sem számolhatott ilyesmikkel. Mert reméltem, hogy majd végig tudom vinni. Hogy elbánok a politikusokkal és az egész bürokráciával, de úgy látszik, ehhez több erő kell. Démonnak volt is erheje, de most már látszik rajta, hogy ez neki is sok. Gary meg egy kisfiú, aki el van a világában.
Uram, még én sem tudom, mi lett a gépünkkel, de valószínűleg egy hőmérsékleti sávba kerültek. Igen, uram, így nevezik. Egyelőre vizsgálják, de nem a szeráp miatt alakult ki. Értettem. Mikor zárul a második ciklus? 36 óra. Rendben. Azt hiszem, a kísérlet bizonyított. Leállunk vele. Uram, ezzel gondok lehetnek. Mert hogy? A seráfok nem reagálnak parancsokra. Nem érdekel. Akkor lőjék ki őket. Lakott területen már nem akarok ilyen viharokat. Velük van tele az egész környék. Látom. Ó, te jó ég. Nem semmi. Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy mi okozza a viharokat, de az mostanra már kiderült. Be. Jó lesz. Hogy minden előjel nélkül csapnak le. Szinte a semmi. Jól van. Elhelyezkedtél? Igen. Igen, így most jó. Tőle mehet. Helyes. Ajaj. Na basszus. Ezek ide jönnek. Bújj el. Minek? Azt mondtad, nem kerülhetünk börtönbe. Jó, hát így zsanszos, végül is a betörés egy kicsit gázos dolog, tudod? Én nem bújok el. Ashley, nézd már meg a kocsit, ez az FSF, vagyis a szövetségi különleges erők, szóval mász be ide! Zárva van. Egy tévé sosin zárva. Ahó, van itt valaki? Bújj már el! Ahó, hallod? Van itt valaki? Különleges erők? Na persze. A kocsi az. Nem úgy néz ki, mintha lennének. Na ugye? Itt van a csatorna vezetője? Hát, nem hiszem. Akkor ki az illetékes? Nem tudom. És maga ki? Erik. Hé, maga Charlie Price. És itt van Price! Ja, de ne örüljetek. Hello. Többen is vannak. Kik maguk? Csak ketten és egyetemisták. Úgy volt, hogy végigkövetjük Mr. Price egy napját, de ez a hülye idő mindennek keresztbe tett. A kocsink lerobbant, jött a vihar. Ja, maguk is látták, hogy mi van. Akkor ti itt dolgoztok. Segédszerkesztők az esti híreknél. Nézzen egy telefont. Hagyja süket mindegyik. Bocs, én is néztem. Viszont a műholdas tévék mennek. Igen, látom. Akkor indítsd a Dopplert és lássuk a viharokat. Na és hogy kerültök ide? Hát kicsit lekéstük a dedikálást és gondoltuk, az interjúját még elcsíphetjük. De közben hoztunk magának egy nem akármilyen felvételt. Mintha csak a könyvét látná a filmen. Felvették valamelyik vihart? Igen, és ezt akartuk most összevágni. Láthatnánk esetleg? Persze, ott megy. Szuper, kösz. Na ne, ez az enyém. Csak volt. Ne, ehhez nincs joga. Most kik ezek? Ez tényleg nem lehet, ennyi. Megvan a kapcsolat. Add vissza neki a kazettáját. Jó, hívd le mindet. Egyelőre csak kapcsolat van, irányítás továbbra sincs. Még le vagyunk tiltva. Mi van a viharokkal? Mennyi időnk lehet? Úgy látom, legfeljebb néhány óránk. Miért utána mi lesz? Semmi. Ez egy olyan időjárási kísérlet, igaz? Geri, lehoznád őket végre? Amint látod, pont azon vagyok. Így nem sikerülhet. Mi van a felvételen? Kísérlet, mi? Hogy nem sikerülhet? Ássa elő nekem azt a Franket. Ideje, hogy visszavegyük a parancsnokságot. És azt mégis hogy tervezi? Nem tudom. Majd menet közben kitalálom. Joanne hanghívást kezdeményezett. Megvannak végre. A közvetlen kapcsolatot hamarosan helyreállítjuk. A telepen már nehéz lesz, mert nincs többé. Phil pedig meghalt. És Frank, ha jók a számításaink, akkor kb. 2 óra múlva egy szupervihar söpörhet végig Portland és környékén még több áldozattal. Mi is tudjuk. Tudják. Miután elszállt a kommunikáció, nem sikerült blokkolni a kísérletet. Azóta meg csak ülnek és malmoznak. Nyugalom, Joe. A szakértők már dolgoznak a megoldáson. Elhiszem, hogy mindnyájan csalódottak, de nem tehetünk mást. Kénytelenek vagyunk azonnal leállni a kísérlettel. Sajnálom, Joe, Damon. Tudom, milyen keményen dolgoznak. Várom önöket, ha ennek vége. Szemét. A vége lesz. Valamit eltitkol.
Frank vagyok. Az esőtánc projekt sikeres. Lezárjuk a viharciklusokat. Igen? Megtörtént. Ennyi volt. Nincs több szeráf. Mi az a szeráf? Jól van? Ez most elég buta kérdés. Pedig már célegyenesben voltunk. Tudom. Most meg mehetünk vissza a rajthoz. Micsoda időpocsékolás. Nem volt az. Rengeteg tapasztalatot szerzett minden területen. Amikkel nagyon sokra viheti. De ehhez még fejlődnöm kell, igaz? Nem, nem feltétlenül. Maga is tudja, hogy megy ez, Charlie. Lehetnék én akármekkora zseni, a fejlődés a mai világban nem az egyéntől függ. Hát nem. Sajnos így van. A kérdés inkább, hogy fejlődése. Már amit csinálunk? Frank nem azért tiltotta le magukat, mert ő annyira elővigyázatos. Meg akart nézni valamit. Kíváncsi volt arra, hogy mennyire erősek ezek a viharok. És mikor látta, elvette a kutatását, lesöpörve mindnyájukat. Mi van? Ezek nem oszlanak szét. Micsoda? Az meg hogy lehet? Egyre jobban összeállnak. Egyenesen Portland felé tartanak. Portland, Oregon. Mitől állnak még jobban össze? Olaj már nincs, de a tűz még ég. A reakció önmagát táplálja. Olyan nincs. A szeráfok nélkül a vihar azonnal szétesik. És ha mégsem? Az kizár dolog. Mi az, hogyha mégsem? Ez megint mit jelent? Jupiter szemére. Mi van? Jól van, szerintem dőljünk hátra, mert jön az újabb tanmese. Hiába gúnyolódik. Ez a vihar nem fog szertefoszlani. A Jupiter szeme 300 évig uralkodott itt, és az erejét olyasmi adta, amit maguk itt feltaláltak. Ha tévedek, a vihar nyilván eloszlik. De ha nem, akkor egy olyan katasztrófával szembesülhetünk, ahol ezrek, sőt milliók halhatnak meg. De a szeráfokat már lehozták, Charlie. Bocs, hogy még jobban fokozom a pánik hangulatot, de ezek a viharok itt baromi gyorsan növekednek. Mi az, hogy nem álltok meg? Szeráfok már nincsenek, igaz? Ennek ellenére valahogy mégis növekednek. Sajnos nincs vége. Megint Frank. A viharok nem esnek szét. Hogyan lehetséges ez? Most próbáljuk kideríteni. Bármilyen segítséget megadok maguknak, csak tudják meg, mi történik. Korábban is mondhatta volna. Hello, Frank. Én Eric vagyok. Nem tudom, hogy olvasta-e az Ionizált Félelem című könyvet, de abban valami hasonlót úgy oldottak meg, hogy a hárt támaszpontról. A katonák lyukakat lőttek az ózonrétegbe. Tök jó. Szóval, ezeknél a felhőknél ilyet nem lehetne? Erik, meg ne erőltesd magad. Mr. Price nyilván díjazza a rajongásod, de ezt most itt inkább mellőzzük. Szerintem jót mondott. Ki a franc okoskodik? Páran csatlakoztunk a klubhoz. Charlie Price vagyok. Az író? Nem, a télapó. De visszatérve, elméletben sikerülhet. Felforrósítjuk az atmoszférát, ezáltal meglazítanánk a felső rétegeket, és akkor megszűnne a folyamatos töltődés. Na, esküszöm, itt helyben eldobom az agyam. Elképzelhető, Joan? Elméletileg. Végül is a hártámaszpont létezik. Csak rohadtul messze van. Konkrétan Alaszkában. Az egyetem mellett is van ilyen létesítmény. Ja, kisebb, mint a hárt, de majdnem ugyanolyan. Engem egyelőre az érdekel, hogy eredményes lehet-e. Gary, Joan,
Charlie. A hárt meg tudná nyitni az ózon, de hogy fel is forrósítsuk a légteret, ahhoz műholdak kellenének, amik a napenergiát odairányítják. Egy műholdat engedélyeztetni is hetekbe telik, nem hogy irányítgatni. Mondja ezt azért, hogy még véletlenül sem mocskolja be a kezeit, igaz, Frank? Az imént ajánlottam fel minden létező segítségemet! Hogyha kell, akkor most fogadják el! Mert ha nem... Nem azért, de így sokkal egyszerűbben is meg tudnám oldani. Mit gondoltok, miért vetettek be? Jó, Frank, kellenének a műholdak hozzáférési kódjai, és tényleg csak kölcsönbe. Messze van az a létesítmény? Kb. Fél órányira, Beaverton határánál. Gary! Én megadom a kódokat, de biztosítékot kérek. Olyanunk most nincs. Sőt, meg sem mozdulunk, amíg Joanne-t vissza nem veszi a programba. Tessék? Pontosan tudjuk, hogy az ő tollaival akar ékeskedni. Letiltotta őt, hogy végig menjen a kísérlet. Bizonyíthatjuk. Körülbelül mennyi időn belül érik el a viharok valamelyik nagyvárost? Hát, egy óra. Annyi. Mi is megnéztük. Mit tud garantálni? Semmit. De mást úgy sem tehet. Különben már rég megtette volna. Jól van, jó. Megkapják, amit kértek, csak állítsák ezt le! Akkor viharvadászatra fel. De ettől függetlenül letépem a fejét. Én pedig örömmel segítek, de ez most fontosabb. Csak hogy tudják. Ha-ho! Ha az egyetem felé menne, kapásból a vihar közepébe fognak csöppenni. Zene füleimnek. Bírja az öngyilkos küldetéseket? Csak mert ebből könnyen az lehet. Nesze, öcsi. Nagyjából tudjátok kezelni a tévés cuccokat? Igen. Riasszátok a hatóságokat, küldjétek el a felvételt minél több csatornának, és az emberek menjenek fedezőbe. Mi addig lángba borítjuk az eget. Megvan Portland, mehet. Harris Ford jelentkezik. Néhány órája tornádok csaptak le a városunkra. Házakat, épületeket megrongálva, számos halálesetet okozva. A vihar arra felé tart. Tegyék meg az óvintézkedéseket. Küldd már azokat a kódokat. Akkor indulás. Mondtam már, hogy maga egy gyönyörű nő, Joel. Tessék! Csak gondoltam, amíg még lehet tudatom önnel. A francba, Frank, küld már! Add ide a papírt. És ezek mind a műholdaké? Igen. Csinálhatok róla egy másolatot? Ne. Add már ide. Álljunk meg! Így egyenesen beléjük megyünk. Ez nem lesz jó, tényleg álljunk meg! Inkább kapaszkodjanak. Na ne. Átmegyünk rajtuk. Nem fog menni. De igen. Csak megfelelő szögben kell elkapni őket, és akkor tovább lőnek, mint a csúzli. Vagy micsoda? Mi az? Eddig nem tudta. Valami nem fog menni. Többet kéne olvasniuk. A március idusában leírtam ezt is, mint tehetetlenségi nyomaték. Csak legyen meg a sebesség. Figyelem! Na ne. Mi az? Mi történt? Nem fogják túlélni. Sikerülnie kell!
Ennek sikerülnie kell! Szia, szépségem. Na, hadd szóljon. Haditámaszpont Portland déli része. Gyorsan be az épületbe! Persze, hogy ilyenkor! Gyorsan jöjjenek! Menjünk fedezékbe! Tasszajtsék itt! Nem, Joel! Nem! Hagyja, meg kell menni! Joel, jöjjön! Joel, ne! Kérem! Jöjjön! Jöjjön! Ne! Engedjen! Nem tehet már semmit! Nem tehet már semmit! Csak annyit, hogy leállítja ezt az egészet. Mindenki beért? Sajnos nem mindenki. Működik ez a létesítmény? Persze. Jó, akkor kezdjük, mert nincs sok időnk. Értesítettek, hogy jönnek, de azt nem mondták, hogy miért. Címszavakban a vihar, amit lát, a felső atmoszférából nyeri az energiát. Egy lyukat kell vágnunk az ózonrétegen, hogy a műholdak a napenergia segítségével szétégessék a képződményeket és megmentsük az embereket. Nagyjából érthető? A központi vezérlő erre van. Gond van. Nem mindegyik kód jó. Az hogy lehet? Szerinted, ha tudnám? Próbáld kicsivel. Mivel? Kisbetűvel. Lehet, hogy nem mindegy. Egy csomó helyen számít. Na jó, figyelj, inkább menj vissza a kis kuckódba, jó, és elmérkedj. Bocs, csak segíteni akartam. Nem kell. Hagyd szegényt. Valószínűleg jobban érti a dolgát, mint te. Jó, ennyi volt, akkor lehet. Ezért nem kell veszekedni. Jó, nem akartam veszekedni, tényleg. Nem akartam felhúzni magam, de ez a stílus. Koncentráljunk a saját dolgunkra. Koncentráljunk. A lényeg, hogy mi elvégezzük a munkát. Na, csak összejött. Mennyi idő feltölteni a sugarat? Nem sok. És mire kell? Arra, hogy megnyissuk az ózont. Jól van. Tölti is. Remélem, átjöttek azok a kódok. Megint mondom, ezt megírni sem lehetett. Legalább most ne jöjjön ezzel a szöveggel. Eddig még egyszer sem hozott szerencsét. Kezdj el kapkodni, Geri. Most mondták, hogy újabb viharok lesznek a városban. Az egyik már a támaszpontnál van. Rajtam megint nem fog múlni. Akkor sikerült? Igen. Igen? Király. Jó, nagy vagy. Geri, megvan. Kb. 3 perc, amíg a műholdak irányba állnak. Jó, addig mi is megleszünk. Ha a vihar szét nem fagyaszt mindent. Átvették a műholdakat. Ővék az irányítás. A viharok? Kritikusak. Isten legyen velünk.
hang? Az, amitől féltem. Átváltunk szünetmentesre. Már megint egy generátor. Elég az is a feltöltéshez? Elvileg. Kifutunk az időből. Visszajött az áram. Töltés 75%-on. Gyerünk már, adjatok neki, lőjétek fel! Lőjetek, lőjetek! Mindjárt mehet! Most vagy soha! Csak valami történik. Mi? Mit látsz? Ózon réteg átszakítva. Ezt nem fogja kibírni az épület! Csinált valamit? A sugár áthatolt! Tűzkészültség. Igen! Tűz. Lőttek a műholdról, de ér is valamit! Sikerült nekik? Nem tudom. Eltűntek! Igen! Ez az! Apám! Igen! Nem sem hiszem! Komolyan nem hiszem el! Hihetetlen! Sikerült nekünk! Igen! Uram! Azt hiszem, sikerül! Megcsinálták! Hőmérséklet normális.
Á, még megvannak. És maga is. Mondtam, hogy Charlie lesz. Szóval, mi ez a nagy somolygás? Gyanúsan titokzatosak mindketten. Ha jól emlékszem, az én egy napomat kellett végigkövetnetek. Igen, azt. Mit szólnátok valami szebbhez? Tőlem. Benne vagyok. Mi lesz az? Kegyed is készen áll? Teljesen. Már nem tud megijeszteni. Legrosszabb esetben visszamegyek maga mellé laboránsnak. Nincs olyan szerencsém. Forogjon akkor. Már is. Normális, hogy esik? Nem, Charlie, jobban megírni sem lehetett volna. Ugye? Nem én mondtam. Uram, ebből gond lehet. Charlie Price egy napja. Mi közöm nekem ehhez? Az, uram, hogy egy másolatot elküldtek a Szenátus Vizsgálóbizottságának is. Kellemes cellát kívánunk. Damon, Joanne, Charlie. Mi az? Uram, két szövetségi ügynök óhajt önnel beszélni.